Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár ránk Kos jegyében születetteknél augusztus hónapban? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános jóslást, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, a díjam 3500 forint. Először megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok számunkra, Kos jegyében születettekre. Az indiai számítás szerint a Kos jegyében van Mars bolygó. Mars bolygó uralkodik a Kos jegye felett, tehát otthon érzi magát. Lesz egy ilyen erős Mars kihatás ránk. Az jelenti a bátorságunkat, az életerőnket, a változásokat, de jelenti a férfiakat is. Itt a Kos jegyében mozog az indiai számítás szerint Uránusz bolygó, az utal változásokra, meglepetésekre. Azon kívül vannak nálunk most kármikus témák, hiszen a felfele mozgó kármikus csomó Ráhu itt van a Kos jegyében, sőt, itt marad még több, mint másfél éven keresztül. Ez megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, jelent egy új irányt, egy új életterületet, vagy egy új kezdetet, utal változásokra. Jupiter bolygó az a szomszédból hat a halak jegyéből, és az segít nekünk, szerencsét hoz, ad lehetőségeket, vagy egy bírósági ügynél kiderül az igazság. Az is lehet, hogy volt a múltban olyan helyzet, ami igazságtalannak tűnt, itt rendeződnek most a dolgok. Merkur bolygó, azaz oroszlán jegyéből hat, és mivel az oroszlán jegye a tűz eleméhez tartozik, ugyanúgy, mint a Kos jegye, itt megvan ez a harmónia, szép beszélgetések, előnyös szerződések, egy jó hír. Vénusz bolygó kihat ránk hölgyekre, vagy a szerelmi élet területére, az ikrek jegyéből jól hat ki ránk. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Kihat a sors utunkra. Szaturnusz bolygó visszafele halad, és a vízöntő jegyét elhagyja, visszatér a bak jegyébe, ami nem jó számunkra. Itt lesznek most korlátozások. Különösen a sors döntő változásokról van szó, vagy döntésekről, tehát jelenleg nem a megfelelő időpont olyan döntéseket hozni, ami kihat a sors utunkra. Inkább várjunk, amíg Szaturnusz bolygó megfordul és visszatér a vízöntő jegyébe, és akkor az már előnyösebb lesz számunkra. Ez kihat ránk úgy ősszel vagy év végén, akkor lehet itt egy jó kezdet. Augusztus 12-én teli hold van. Itt fontos, hogy legyenek konkrét célok. Ez a teli hold megvilágítja. Azon kívül jelenti a türelmet, a kitartást, tehát fontos az, hogy bízzunk abban, hogy egy elképzelés megvalósul, de nem szabad ezt feladni. Augusztus 27-én új hold van, Regulus csillag hatása alatt. Regulus csillag az a királyoknak, az uralkodóknak a csillaga volt a múltban, és az jelenti a szívünket is. Tehát oda kell figyelni arra, hogy mi van a kincses ládába, hiszen én ezt összeszoktam a szívünkkel hasonlítani, nyissuk ki ezt a kincses ládát, és mind az, amit szeretünk, kedvelünk, azt kellene megvalósítani. Augusztus 1-én
Mars bolygó és Uranus bolygó együtt hat, itt lesznek változások, meglepetések, egy új irány, ez különösen a férfiakra hat ki. Augusztus 24-én Uranus bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad, kihat a változásokra. Ezen a napon szünet kell elgondolkozni azon, hogyan tovább, milyen irányba, milyen változások legyenek, mivel utána Uranus bolygó visszafele halad, ez utalhat a múltra is, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból. És most megtekintjük ezt a kirakást. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Fölötted nincsenek kártyák. Az jelentheti azt, hogy nem engeded azt meg, hogy mások belepillantsanak a gondolataidba, vagy jelentheti azt is, hogy ne beszélj arról, amit tervezel. Előtted itt van a virágcsokor. Az jelenti a szépségedet, a jó ízlésedet, egy kreatív tevékenységet, vagy egy kellemes meglepetést, ajándékot. Ez a férfi itt látható. Ez jelentheti a te lelki társadat, de utal a férfiakra is. Ez a férfi gondol rád, hiszen megjelensz a gondolataiban. Itt szerelemről van szó, a vonzó erőről. Arról is, hogy ez a férfi tisztázni akar veled valamit. Nem csak a kála virág utal erre, hanem a nap szintén ezt jelenti. Azon kívül szerelemmel, szeretettel gondol rád, és a virágcsokor jelentheti azt, hogy tetszel neki, vagy lesz itt egy kellemes meglepetés, amit ő tervez. Viszont, ahogy látjuk a képen, ő itt a kártya kivetésnél, a kártyák szélén van, és eltekint a képektől. Tehát augusztus hónapban ez a tartása, nem akar odafigyelni a dolgokra, úgy mindentől eltekint, számára minden olyan soknak tűnik, a legszívesebben elrohanna. Itt elgondolkozik a szerelemről, rólad, és az anyagiakról is, hiszen a halak jelentik az anyagiakat, de a belső értékeket is, hiszen te értékes vagy számára. Itt az anyagiak mellett megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek el tudják távolítani a halakat, az anyagiakat. Ez lehet pénzveszteség, de mivel a kártyák megjelennek az ő gondolataiban, ő fél attól, hogy nem lesz nyereség, vagy lesz kiadás, tehát veszít, ami az anyagiakat illeti. Ami viszont jó, hogy az egerek el tudják ezt a hegyet szintén távolítani, hiszen egy vonalban vannak ezzel a hegyen. Ez a hegy jelenti a problémákat, a nehézségeket, tehát ez elmúlik úgy július végére. Visszatérve az anyagiakra, hiszen itt van kiadás vagy veszteség, itt megjelenik a levél, ez lehet egy szerződés, vagy egy dokumentum, vagy valamit itt ki kell fizetni. Amit az egerek még el tudnak távolítani, az itt az ostor és a felhő. A felhő jelenthet bizonyos dolgokat, ami még átláthatatlan. Ez utalhat nála az anyagiakra, hiszen a felhő egy vonalban van a halakkal és vele. De ez elmúlik, mert az egerek eltávolítják, azon kívül látható itt a nap és a kála virág,
itt rendeződik, kitisztul valami az anyagiakat illetően. Az ostor jelenthet bizonyos dolgokat, ami fáj, és mivel a felhő fél évet jelent, gondolj vissza arra, mi történt fél évvel ezelőtt. Mert annak idején valaki megbántott téged, de ez elmúlik, hiszen az egerek nem csak a felhőt, hanem az ostort is eltávolítják. Ami a mozgást illeti, hiszen neki az a terve, hogy előre menjenek az események. Itt vannak még korlátozások, és ez a koporsó azt jelenti, hogy lezár valamit, nem mennek előre a dolgok. Legalábbis ő úgy érzi. De az egerek segítenek a koporsót szintén eltávolítani, és akkor itt lesz mozgás. Ez a kártya jelenthet sportot, itt lehet most egy szünet nála, vagy jelenthet autót is. Hogy itt lesz egy autóvétel, és mivel a koporsó utal régi dolgokra, ez lehet egy használt autónak a vétele is. És itt a könyv jelenti a zárkózottságot, de ez a zárkózottság elmúlik, hiszen a koporsó lezár bizonyos dolgokat. Amit a könyv még jelenthet, a tudás, a tanulás, itt lehet egy új kezdet, a gyermek utal új kezdetre, egy új irányra, és itt a csillagkép jelentheti az asztrológiát, spirituális területet, és a fa, ugyanúgy, mint a kígyó, utal a gyógyító erőre. Ez lehet egy terület, ahol szeretnél valamit tanulni, és lesz továbbképzés, a levél utalhat itt szerződésekre, a gyűrű kapcsolatokra, a gyűrű gyakran szerződéseket is jelent, ugyanúgy, mint itt ez a levél. Itt a hátad mögött megjelenik a park, és az jelenti a nyilvánosságot. Körülbelül fél évvel ezelőtt fájt neked az, hogy nem kaptad meg az elismerést. Nem voltál a nyilvánosságon. De most augusztus hónapban változik a helyzet, hiszen itt megvan a remény arra, hogy legyen sikered, hogy meglegyen az elismerés, vannak kapcsolatok, jó hírek. És ez kihat a fellépésedre, de kihat a munkádra, a hivatásodra is, hiszen itt veled egy vonalban megjelenik a horgony. A horgony jelenti ugyan a biztonság érzetét is, ahol le tudsz horgonyozni, le tudsz gyökerezni, ez szerencsét hoz, erre utal a négy levelű lóhere, és ez ad neked életerőt, ahogy ez a jeges medveit mutatja. És a gyermek jelenthet egy új kezdetet. A horgony nem csak a biztonság érzetét jelenti, hanem a munkát és a hivatást is. A horgony alatt megjelennek az utak, és ezek utalnak döntésekre. Ez lehet egy munkahelyi változás. Mivel a sarló olyan hirtelen jön, tehát ez lehet egy olyan ajánlat, amire nem számítottál. A hajó, ez jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat, de lehet egy belső út is, egy spirituális terület. A külföld képe, és itt a madarak, ami jelenti a beszélgetéseket, a kommunikációt, utalhat egy idegen nyelv tanulására is. Mindez, ezek a változások kihatnak az érzelmeidre. Vagy az a vágyad, az elképzelésed, hogy itt legyen változás a munkát, a hivatást illetően. A hold jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket is.
Itt a gólyák a változásukat, de a két kártya együtt jelentheti egy kisbabának a születését is. Lehet, hogy nem nálad, hanem lesz itt egy beszélgetés, egy hír, tehát valaki a környezetedben. Itt is vannak akkor változások. A gyermek jelentheti természetesen a gyermekeket is, és itt a könyv a tudást, a tanulást, a továbbképzést, és a csillagkép azon kívül a négy levelű lóhere szerencsét hoz. Itt kinyílik számodra egy új ajtó. Ezek a lehetőségek. Itt döntésekről van szó, és változásokról. Az lehet, hogy ez a torony még kicsit fogva tart téged, hogy milyen döntéseket hoz, de előbb vagy utóbb lesznek itt változások, különösen, ami a munkát, a hivatást illeti. Itt a kulcs kinyit egy új kaput, a lehetőségeket, és bal oldalon, jobb oldalon mindkét kártya egészségügyi témákra utal, gyógyító erőre. Lehet, hogy ez a hivatásod. Amit a fa még jelent, a gyógyító erőn kívül, hogy oda érkezel, ahol le tudsz gyökerezni, és itt az otthonodról, a családról van szó. Itt rendeződik valami. Ez a kígyó jelenti a gyógyító erőt, vagy a változásokat, a megújulásokat, de lehet egy nő is. A nő alatt itt van a ravasz róka, tehát egy hamis nő a háttérben. Mivel itt van a barátság, jelentheti azt, hogy ez egy hamis barátnő, vagy valaki a családból, hiszen a kígyó a házzal is egy vonalban áll. Az is lehet, hogy ez a hamis személy meg akar látogatni téged, így figyelget, tehát kíváncsi azt, hogy hogyan élsz, vagy mi történik a családban, az otthonodban. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is, az utak, és a kígyó jelenthet mellékutakat, így lesznek a döntések, és ebben a helyzetben lesznek változások. Mindez kihat a sors utadra, hiszen a kereszt azt jelzi, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy elérkezel a sors utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez kihat a kapura, ahol kinyílik számodra valami, egy jó ajánlat, lehetőséget, kihat az otthonodra, a családra, és az ismerősökre is. Vannak barátok, barátnők, akik erőt adnak számodra, de vannak olyanok, akik hamisak itt a háttérben. Vedd be a kulcsot, nyisd ki az ajtót a házadnál, ahol a jó barátok bejöhetnek, de zárd le az ajtót azok előtt, akik rossz indulatúak, vagy hamisak veled szemben. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Ha egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Itt megvan a kisugárzásod, a szerelem, azon kívül a nőiességed, a szépséged látható. Itt a park jelenti a nyilvánosságot, tehát mások észrevesznek téged. Fél évvel ezelőtt valaki megbántott téged, de ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják ezeket a kártyákat. És itt a remény, hogy tisztázódik valami, megvan a stabil helyzet. Azon kívül itt lesznek fontos beszélgetések, mindez olyan hirtelen jön, de kihat az érzelmeidre, vagy az anyukádra, az anyai érzelmekre, de kihat a munkára, a hivatásra is. Itt vannak külföldi kapcsolatok, beszélgetések.
Második hét augusztus hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád, itt van a kisugárzás, a vonzó erő, a szerelem. Ez a felhő elmúlik, kisüt a nap, tisztázódik, rendeződik valami. Itt lesznek új kapcsolatok, ami szerencsét hoz. Itt vannak az utak, és jelenti a döntéseket, a változásokat. Nem csak az utak utalnak változásokra, hanem a gólya is. Viszont a gyermek és a gólya így egy vonalban jelentheti egy kisbabának a születését is. És itt ez a torony jelentheti a kórházat, tehát itt már akkor a születésről van szó. Mindez szerencsét hoz. De ez a kisfiú jelenthet egy új kezdetet is, és itt két kártya jelenti a szerencsét, a csillagok és a négy levelű lóhere. Itt jó döntésekről lesz szó. Harmadik hét augusztus hónapban itt látható. Lesznek anyagi gondok, vagy vesztesség, vagy számlák, amit ki kell fizetni, de itt rendeződik az anyagi helyzet. Annak ellenére, hogy itt vannak még kiadások, itt van a szerencse, az lehet egy nyeremény is. Itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, itt gyógyító erőről van szó, és a kereszt jelenti a hitedet, vagy egy új irányt, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezek lehetnek mellékutak is, hiszen a kígyó gyakran mellékutakra utal. De jelenthet egy hölgyet, aki hamis, sajnos hamis itt a környezetedben. Rá akar beszélni arra, hogy más úton haladj, és az nem előnyös számodra. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható, ez a férfi eltekint a képektől, neki most minden olyan sok, valami nyomasztja őt. Úgy érzi, nem mennek előre a dolgok, és olyan zárkózott. De lesz itt életerő, változnak a dolgok, az egerek eltávolítják a problémákat, az egerek eltávolítják ezt a szünetet, és akkor tényleg lesz mozgás. Ez lehet egy autó vétele is. Itt ez a ház utal az otthonodra, a környezetedre, a családra. Ez ad életerőt mindkettőtök számára. Itt vannak jó kapcsolatok, itt van a gyógyító erő, kinyílik egy új ajtó. Ez lehet egy költözködés, de lehet az is, hogy egy magáncég kialakul itt, és a ház ennek az alapját, ennek a kiépítését mutatja. De azért légy óvatos, mert itt van egy hamis nő, aki figyelget téged, és a rossz indulatúan közeledik hozzád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rák!